Принесе демонија колоку. Ќе ја осебаја сам постол демонија. Ја имам тамо оца. Ја нисам држава, ја сам мали председник месне зајце. Ајде речемо проблем. Erről a néhány négyzetméter földről van szó, ahol 1944-ben elhantolták a kivégzett sajkáslaki magyarokat. Sógoraim, nagybácsám, az asszonynak a nagybácsai, az én édesapám, kollégámnak az apjai, mind itt van, 54-en, ha jól emlékszik. Pásztor Antal az ére másik oldaláról is van. Én véleményem szerint, hogy magyarok a Dunába dobták az üvéjeit, hogy minket még jobban leszégyenítsenek, ide hozták az öktemetőbe. Emlékszik, 10 éves korom óta éjszaka, hogy kiágták a fa köröszöget. Én csináltam vasból. Azóta hál' Istennek nem bántották, most meg amikor hallottam, hogy mi lesz, nagyon megfogott. Én úgy érzem, hogy egy nagy sértés volna, ha ide kocsiját szemetes gödröt ásnának. Az elnök, aki ott komisszációban volt, annak megkínáltam az én holdó földemet, hogy adok, ezért hagyják meg nekem, hogy ne bántsák, hogy ne szántsák ezt a helyet. És mi az elképzelésed? Mit lehetne a megoldás? Katolikus temetőbe átvinni a csontokat. Én így csak mondom, hogy ki fogná ezt finanszírozni, meg milyen jogokkal ezt nem tudom elképzelni. Én nekem ez az hozzászólásom volna a szerb népű, vagy az országhoz.